Kedves nézők, a Tabuk tények, titkok mai műsorában folytatjuk, ez a harmadik beszélgetés lesz, folytatjuk az előzőeket, és a vendégem ismét dr. Remsei Semmelweis Ernő, szívsebész, és szeretnék vele pár gondolatot cserélni. A nagyon furcsa, ezoterikusnak tűnő témákról, méghozzá arról, hogy amikor valakinek kicserélik a szívét, tehát szívátültetés van, nálunk is sok ilyen történt már, utána érdekes módon megváltoznak az illetőnek a lelki beállítottságai, szokásai, gondolkodásmódja. És a kérdésem az, hogy mit mond erre egy szívsebész? Visszatérnék arra, amit mondtam, hogy hát egyrészt a medicinában a szellem és a lélek az nem nagyon szerepel. Megkérdezték a NASA-nak a fő pszichiáterét, és mondták, hogy hát nem kéne a lélekkel törődni, azt mondja. Nem, hogy törődni kéne, most már el kéne ismerni, hogy van. Tehát most már be kéne vezetni. Na most nyilván a lélek az nem a, ugye mi be vagyunk szorítva ebbe a három dimenzióba plusz az időbe, a lélek az egy más dimenzióba létezik. És mondjuk én személyesen, tehát mondjuk a nekünk 3-6 órát kellett figyelni az intenzív osztályon, ha valaki meghal. És ugye amikor már 4-5 óra múlva hideg, akkor is egyszer csak föllélegzett, és kilehelt a lelkét. Láttam ezt, hogy az ápolók jöttek, és ugye kiírtak, hogy én még él, mondtam, már nem él, csak ki lehet a legét. Tehát meg én azt is éreztem személyesen, megmondom őszintén, hogy ott van-e, vagy nincs. De a, visszatérve arra, amit mondtam, hogy 91-ben dr. Amur felfedezte ezt a 40 ezer szenzoros ideget, ezt amikor átültetjük, akkor az tulajdonképpen megint ugyanott van, és a szívnek egy saját tudata van, saját memóriája van, saját logikája van, és ami nagyon érdekes, hogy ezt nyilván, amiket most mondok, ez az egyetemi oktatási anyagon kívül van, hogy az agy ugye két féltekéből áll, és az öt érzékszervünket filterezi, feldolgozza, és utána dönt. Ugye ez is a cikkemben, amit írtam, beleírtam, hogy Hamlet negyedik felvonás, amiben, hogy a természetben nincs jó és rossz, mit tesszük azzá. Tehát az agy mérlegel, hogy jó vagy rossz, tehát mit tesszük. A természetben törvények vannak. És a szív, mintha egy szerv, nincs két hemiszférium, ő azt mondja meg, ami igaz. Tehát nagyon sok ember már ugye járt úgy, hogy hát az első gondolatom volt jó, és nem csináltam, pedig az volt a jó. Na most ezt mondja meg a direkt dolgot, a szív. Na most volt ilyen eset, amikor az ember átülteti a szívet, akkor volt egy olyan, hogy egy akinek megkapta egy férfi, fiatal férfi, egy fiatal lánynak a szívét, aki balesetben elhunyt, és utána fölébredt, és Kentucky Fried Chickenből kért valami ételt, kértek, hogy éhes, soha nem evett ilyet, soha nem is. És utána kiderítették, hogy az a kislánynak annak az volt a kedvenc étele, amit ő akkor kért, amikor fölébredt. Ez eléggé meglepő, és valahogy szembe megy ugye a tanított medicínával. A Pintér Béla, aki kedvenc szerzőm, még színdarabot is írt erről a szindrómáról. Volt egy másik kuriózus eset, amikor valakit, egy fiatal lányt, valaki egy erdőbe megerőszakolt és agyonütött, és utána a szívét megkapta valaki, és az elkezdett álmodni éjszakánként, és megálmodta ezt, hogy állandóan valaki követi, állandóan ordítozott álmába, és nyugtalan volt, és mondta, hogy valaki követi őt is, és leírta, hogy nézett ki. Nem csak azt írta le, hanem egy szót mondott, amit állandóan ismételt ez a transzplantált paciens.
És utána kiderítették, hogy akitől kapta a szívet, ugye az egy kriminális aktusnak a áldozata lett, és utána behívták, és azonosították ebből a transzport által, hogy ezt az alakot látta-e. És amikor kikérdezték, és hogy elmondta ez a beteg, ugye, hogy ezt a szót. Mondta, hogy ő ezt hallotta álmába. És amikor kihallgattak, ez valami nagyon tipikus, ez Franciaországban történt, egy nagyon tipikus szó volt, és a adott úriember ezt a szót használta rengetegszer, és így tudták rábizonyítani a gyilkosságot. Tehát ilyen dolgok is történnek. Na most ezért mondom, ezt, hogyha ezt belevesztük, ezt, amit én mondtam, ezt a 40 ezer sejtet és a saját gondolkodási rendszert, és azt is kimutatták most, egy kicsit messze fogok menni, van a HeartMath matematika, egy kaliforniai cég, aki ezeket méri. Tehát ezeket frekvenciával megmérik, hogy a szív és az agy milyen frekvencián kommunikál. És hát ugye Távol-Keleten sok ezer éve van a meditáció, és azok le tudnak menni egy nagyon nyugodt fázisba, és ez 0,1 hercen kommunikálnak egymással, akkor tulajdonképpen ugye ezek bizonyos, ugye meg tudják állítani a szívüket a tibeti papok, és tulajdonképpen ki tudnak szállni magukból, és ez egy gamma állapot, ugye van az alfa-béta állapot, amit a neurológián tudnak, ez a gamma állapot az 44 hercig van, mert ezek ilyen 2-8 herc az alfa, és utána 8-12, ez azt hiszem 12-15-től 44-ig van a gamma állapot. De ez a 0,1 herc, ami nagyon érdekes, hogy ez a 0,1 herc a föld rezgésének az első domináns pályája. És hogyha belegondolunk, akkor a földnek van egy tórusz alakú elektromágneses tere, nekünk is. És hogyha mi belemegyünk, akkor tulajdonképpen ez a kettő kommunikál. Tehát tulajdonképpen a föld frekvenciában is kommunikálunk. Egyébként ugyan ezen a hercen kommunikálnak a bálnák és az elefántok is a talpaikkal. Ezt ugye nem tudjuk érzékelni, mert mi csak 20 hercig. Igen. És ez infrahang. Az, igen, infrahang, igen, igen. És ez ebben, tehát ezt is bele kellene venni a gyógyás, ezekkel, mint ahogy mondtam korábban ezt az asztrofizikust, aki ezekkel a rezgésekkel, ugyanígy ezt is, ennek van, ezen tartományban ezt eléri ezt a kommunikációt, akkor tulajdonképpen befolyásolni lehet a stressz hormonokat, és tehát ezek az alfa-béta kimutatták tibeti papoknál, hogy 8 különböző, egész 200 hercig tudják rezegtetni. Na most ez az éber állapotnak, ők ébren vannak, tehát tudatuknál vannak, de különböző éberségi fokon, tehát a 0,1 és éber, tehát a tudatánál van, csak alacsonyabb éberségi fokon, és a 200 Hz is öntudatánál van, csak magasabb fokon. De ezzel tudnak hatni tulajdonképpen pozitívan, különböző kémiai hatásokat és különböző hormonokat tudnak stimulálni, hogyha, tehát a zsigeri dolgokat is befolyásolni tudnak, amit tulajdonképpen normál életben nem tudunk, és a szívre tudunk hatni. Tehát tulajdonképpen ez a kaliforniai HeartMath cég vizsgálja, de mondom tudományosan, frekvenciával, és ezért mondom, hogy ha ezt a földtóruszt és a mi tóruszunkat összeveszük a rezgéseket. Tehát én ezért szeretnék most majd a biofizika felé fordulni, mert így úgy gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel talán egy kicsit többet tudnánk megelőzni a bajokat. Tehát én arra gondolom, hogy de hát ezt ugye az egyetemen már a biofizika és az egyéb oktatásba kellene elkezdeni, de hát mondjuk én nem vagyok abban a pozícióban, hogy ezt megvalósítsam, de én ezt az előadásaimban most New Yorkban is előadtam, 2 hete Esztergomban, Magyar Szívsebészeti Kongresszuson is előadtam a előadásom végén, hogy szerintem ezt meg kellene valósítani, hogy így is gondolkozzanak az orvosok, amikor a terápiára és a szívterápiára gondolkodnak. Mondom, én azt látom most dominánsnak, hogyha ezt közölhetem itt, és hogy ez a 40 ezer érzősejt, ez egy fontos felfedezés volt, ami nagyon keveseknek van a
a tudásában, és nem nagyon hiszem, hogy alkalmazzák, vagy gondolnak rá, hogy ebben, hogy ez a agy, mert mondom, a bél agytengerről, arról már írtak könyveket, tudunk, de a szív agytengerről, erről, és ezt mondom, ez ki van mérve, tehát ezek nem intuitív és szubjektív dolgok, hanem ezeket ez a több tudományos intézet, alaptudományos intézet és fizikai intézet méri ezeket az elektromágneses téreket. Minden népnek a legendáriumában az érzelmek központja a szív, és nem az agy. Tehát mindig arról énekelnek, hogy a szívem ezzel van tele, azzal van tele. Ez legenda, vagy van ennek vajon alapja, fizikai vagy biológiai alapja? Hát, ez én úgy gondolom, hogy van kell, biztos, hogy lesz ennek fizikai alapja, és ki tudjuk mutatni, ha odáig elérünk, de amit én szeretnék szintén, amit mondtam, majd kutatni, hogy a szeretet az is egy bizonyos fokú hullám és sugárzás, és egy energiafajta a véleményem szerint. Tehát az, ugye úgy fogalmazok, hogy érzelem. Mondjuk a szerelmet, meg a hormonális vágyakat azt tegyük félre, az egy temporális dolog. De maga a szeretet, az szerintem az egy alapvető energia, ami minket hajt. Ez az én meglátásom. Tehát nem érzelem, nem döntés. Én olvastam például Scott Pecknek a Roadless Traveled, a járatlan út és a járatlan út folytatása, ő nem hatott se Freud, se Jung rá, hanem egy más úton ment, és ő szerinte a szeretet az egy döntés. Szerintem az egy energia, és az itt van. Mondtam, hogy ha ezt tovább kutatjuk, ezt a elektromágneses teret, hogy mi van ott, mert mindenki azt mondja, hogy itt van a lélek, akkor rá fogunk jönni, hogy ott kell valami energiaforrásnak lenni, vagy pedig egy transformátornak lenni, ami minket, amire tudnék idézni, hogy Einsteinnek volt egy lánya, ami eltűnt 20 éves korában, a felesége elvitte Novi Sadra, és ott eltűnt, és ő plátói leveleket írt élete végé, és az utolsó levelet is neki írta, és abba írta, hogy ha az emberiség megérett rá, akkor mond meg nekik, hogy a világon a leghatalmasabb és a legfontosabb energia szeretet. Írta Albert Einstein az utolsó levelét a lányának. Tehát, és én is úgy gondolom, hogy a pozitív gondolkodás, amit én saját magam erről tudok mondani, mert nem kutattam, én a transzkatéteres, a kliniken tanultam a transzkatéteres billentyű bevezetésénél, mi 70-80 éves embereket eléggé kritikus szív állapotban, az volt a kritérium, hogy akit már nem lehet operálni, nem egészen így volt, de tényleg idősebb betegeket, én az egész családot behívtam, és unokákat, mindent, és mondtam, hogy ha vallásosak imádkozzanak, ezt tanultam a New York-i főnökömtől is, egyébként a Kolumbián Mehmet Óz is ezt csinálta, ha pedig nem, akkor pozitívan gondolkozzanak. És 4 és fél évig, amíg ugye utána már a kardiológusok vették ezt át, addig abból, amit mi csináltunk, nem volt halálozás, nem ültettünk be pacemakert, és nem volt utóvérzés. Na most ez egy olyan dolog a szívsebészetben, ami hihetetlen. És mert ilyen nincsen, hogy nincs utóvérzés egyébként, de nem volt. Tehát nyugodtan meg lehet nézni a korlapokat. És én próbáltam ebben a pozitív gondolkodással, és ugye én egy külföldi vagyok, és akcentusan beszélem a németet, perfektül beszélem, de akcentusan, de bíztak bennem, és odaadtam a telefonomat is, hogy bármikor fölhívhatnak, én is, amikor a műtét után fölhívtam őket. És mondom, nem csak én, Mehmet Óz a Kolumbián, és Cleveland Clinic-en is az én tanárom Bruce Lytle is ezt csinálta, hogy az egész családot behívta, és ez nagyon sokat számít. Tehát ez is a szeretet. Pap Lajos is mondta ezt sokat, úgyhogy hogy ő is ebbe hisz, és ezt, tehát
És még egy dolgot tudok mondani erről, amit kérdezett, hogy ugye mi sokat újraélesztettünk, és hála Istennek az én újraélesztési rátám az olyan 97%, én azért 50-60 percig nyomom a kollégákkal, tehát én nem 10 percig, hanem nem adom föl a sportoló létemre, és akik visszajönnek, akik hosszabban elmentek, azok arról számolnak be, hogy ők nem akartak visszajönni, mert ott egy olyan magas fokú szeretet van, ami leírhatatlan. Igen, ez. És ezt mindenki ezt mondja, na most egy Grassi nevezetű asztrofizikus, ez a fekete Amerikába, ő mondja, avval próbálja ezt megcáfolni, hogy az egész ez nem igaz, hogy az intenzív osztályokon minden ágy fölé odaírtak egy szót. És utána megkérdezték tőlük, mert ugye látják, kívülről leírják, hogy mi történt, hogy az a szó, a semmelyik nem emelkezett arra a szóra. Hát valószínűleg nem a plafont nézték az én, hanem a saját dolgukat nézték a saját. Igen. Én nem tudom, tehát ezt nem tudom bizonyítani, de erről, mindenki erről számol be. Tehát mindenki egyformán ugyanarról számol be. Tehát ezek szerint ott abban a közegben, ahova ők elmentek, mert azért mondom, ugye a konstantinápolyi zsinaton 8. században kivették a Bibliából a szellemet. Az nincs benne, ugye? A lélek. Tehát mind a kettő van, a lélek és a szellem. Én mondom, az én személyes tapasztalatomban erről számoltak be, én láttam és éreztem is, hogy van lelkünk. Tehát a lélek a más dimenzióban létezik, és ez nagyon szorosan korrelál a szeretettel. Ernő, hadd kérdezzem már meg, sok emberrel beszéltem, mi a különbség a lélek és a szellem között? Szóval ez nagyon keverhető fogalom. Lehet-e valahogy a két dolgot szétválasztani, jobban megérteni? A Mózes 5 könyve szerint a lélek az föntről jön. Tehát az egy olyan, az ide küldik, ahogy én azt olvastam erről, és egy évvel a születésünk előtt megjön, ott van a fogantatásunknál, és ő a tudat alattink. Ő van a szívvel, ő mindent tud. Tehát ő mondja meg az igazat. Tehát az a lélek. És ugye nagyon sokszor ugye feltesszük a kérdést, hogy most ezt szeretnénk, azt szeretnénk, és akkor álmunkban megkapjuk. Freud is írt erről könyvet az álmokról. Tehát ez a lélek, és utána a lélek kiszáll és visszamegy ugyanabban a dimenzióban. Ő be van szorítva ebbe a három dimenzióba és egyebekben, mert ő egy hatalmas, máshonnét jön ez a lélek, ez a lelkünk. És ez általában ugye tele van, én nekem ez a meglátásom, hogy ez tele van szeretettel. Most a szellemiségünk az szerintem az a mi pszichénk, ami kifejlődünk, amikor mi itt vagyunk. És akkor az egy más dimenzióban lehet, ezt talán Kovács Magyar András kéne megkérdezni, ő tudja, ez jobban én nem vagyok, se aurát nem látok, se szellemeket nem beszélgetnek velem, de ugye fotókon is lehet látni ilyen dolgokat, és van, aki nem tud elmenni innét, meg elmegy, meg bizonyos, tehát nyilván van. Tehát a célunk, én úgy gondolom, hogy a szellem az belülünk fejlődik ki, az a mi. Mert a lélek, tehát a szerventlet és a szervest, azt a lélek teszi szervessé. Ezt nem fogjuk soha kideríteni, hogy mi lesz az életemből az élő, mert szerintem azt a szellem teszi élővé. Az valamilyen energiát ad neki, vagy valamit tesz a lélekben, ugye ez ugyanúgy van, ugye, hogy a sugárzás van, akkor honnét tudjuk, hogy milyen anyag lesz belőle, ugye a téglakén, a téglagyárból nincs rá, vagy milyen épület lesz belőle, egy intelligencia, egy tervet közöl vele. És a szellem az, amit mi testünk, amiből meg a lélek megalkot minket, és a mi tudatunknak. Még egy olyan dolog van, amit gondolok, hogy a lélek ugye ebben a közegben van, és ugye a memóriánk az kívül van az agyukon kívül, erre arra bizonyíték, ugye, hogy a hipnózisa lehet minket egy perc alatt mondjuk a hetes kivenni az agyunkból. Ha ez a sejtünkben lenne belekódolva, akkor ez szerintem lehetetlen lenne. De viszont ha itt az elektromágneses térre lehet hatni, akkor ez a bizonyíték, hogy így ki lehet venni dolgokat, és akkor nem emlékszik az ember rá. Tehát a memóriánk az egy elektromágneses térben van.
És ez alkotja szerintem, ez a tudás, ez alkotja a szellemünket. Magán emberként én is azt gondolom, hogy az agyunk az csak egy konnektor ehhez a szellemhez. Igen, hát őt a tudatunk van, tehát és az érző szerveink vannak, amik analizálják. Az érzelem az már egy döntés, tehát az egy eredménye az agyi funkcióknak. És mondom, hát a kommunikál ugye a bal hemiszférium a jobbal, az egyik az érzem, a másik az értelem, valamint ugye analizálja a szemünk, a fülünk, az érzésünknek az információit. Ugye hát a kérdés, ugye, amit az ember lát, az egy virtuális hologram. Ugye a látómezőbe, az információkba elképzelünk egy képet valakiről, ami ez a most a modern tudománynak a kérdése, hogy a univerzum az most valós vagy hologram. Ugye ezért kérdezem, tehát ezért mondom, hogy a vélemény szerint ugye egy kicsit azért utána jártam ugye a string teóriába, ugye Edward Witten 11 dimenziót leírt, tehát lehetséges. Ez a Hoore elmélet, hogy... Igen, a Hoore elmélet, és én úgy gondolom, hogy talán a lélek és a szellem az két különböző dimenzióban létezik, és más kvalitása van, de azért mondom, hogy hát a módosott könyvek szerint és a zsidó tanítások szerint a léleket kiválasztják, ami neki nem biztos, hogy teljesen jó, és azért jön ide, hogy jobbá legyen, tehát hogy egy jót tegyünk. Tehát ez az, ami a nagyon érdekes, hogy ha szeretett meg a lélekre, hogyha visszatérve az agy szív tengelyre, ha ebben a pillanatban az a lényeg, hogyha én harmóniába kerülök a szív agy tengelybe, akkor én meg tudom élni valamit, amit kívánok, tehát hogy meggyógyultam. És azt érzem az érzést. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy azt az érzést, hogy már meggyógyultam. És akkor meg is gyógyulok. Mert aki az intenzív osztályon föladja, az általában elmegy. Igen. Én ezért motiváltam a családot mindig, és különösen az unokákkal lehet egy ilyen nagypapát, ugye meg nagymamát, az a mézes madzak, mert arra ugranak rettenetesen, hogy akarja még a ízét, és akkor akarnak. Tehát, tehát az egész embert kell gyógyítani, és ha ezeket a tengelyeket föltárjuk, akkor szerintem, mondom, és hát ez kvantummechanika kell, és komoly fizika, akkor sokkal többet tudunk talán adni az embereknek. Ha mesélt kollégáknak erről a most eléggé unortodox módszerről, ők hogy álltak hozzá? Tehát bemegyünk egy átlag kardiológiára, én nem gondolom, hogy az ember, hogy az ott levő szívsebészek vagy kardiológusok ismerik ezt a módszert, vagy hogy? Nem, ezt nehéz bevezetni. Egy medicinában egy ilyen új, teljesen új szemléletet, tehát hogy egy szinten lejjebb, ugye mert először voltak a tünetek, ugye a szimptomák, hogy fonendoszkópa hallgatóztunk, aztán ugye az anyagcsere, akkor mondtak fehérjék, ugye, akkor különböző kémiai hatások, ugye a különböző, ezért akkor volt a biokémia, és akkor utána szép lassan rátértünk a sejt szintre, ugye virhóg, aztán ugye annál is lejjebb, akkor voltak a baktérium, vírusok, és aztán a genetika. Ugye most azon a szinten vagyunk, tehát mindig mentünk lejjebben. Na de ez óriási harcokba került. Tehát egy ilyen új gondolkodásmódot bevezetni a medicinába, ez 100 éven felül van szerintem. Azok szoktak oda jönni hozzám, akik a praxisukban előtte vagy közbe, például a pécsi szívsebész vezető most az mérnök is. Tehát ő megérti ezt, ő volt a szekcióvezetőn most a ülésen. Tehát akik alaptudománnyal is foglalkoztak valami módon, vagy a PhD-jükbe, vagy a tudományos módszerekbe tényleg komoly tanáruk volt, aki megismertette velük ezeket a dolgokat. És de hogy történetesen nekem egy évfolyamtársam csinálja ezeket a sugárzás rezgéseket egy privát praxisban, és én is láttam. Tehát saját magamon is láttam, hogy ő megcsinált egy vizsgálatot rajtam, és szépen felsorolta, hogy nekem melyik szervemben milyen betegség van, és mindent eltalált. Annélkül, hogy megvizsgált volna. Tehát ennek tényleg komoly értelme van, de egy új hullámot ezért, amiket én is csinálok, próbálom, én már felvetettem egy
biofizika tanszéken is, hogy talán meg kellene próbálkozni a szeretet mérésével. Még korainak találták. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez időbe kerül, de most az áramlás New Yorkba is, mondom, oda jöttek hárman, négyen. Bevágtak este 6 órára, gondoltam, hogy senki se lesz ott. Voltak ott 15-20-an, abból 10 oda jött. Úgyhogy mert nyilván azért maradtak ott, mert érdekelte őket. Én tiszta vagyok vele, hogy egy bizonyos réteg érdeklődik csak, a többi az ugye csinálja a napi praxist, vagy pedig más érdeklődése van. Engem ez különösképpen nem zavar meg, hogy mondjam, mert én tötesen a bátyám atomfizikus, úgyhogy a családban is van ilyen. Úgyhogy azért mondom, hogy én tisztá vagyok, hogy az az út, de mitán sportoló voltam, és hát az etusa is, meg a vívás is kemény sport, és a párbaj tőleg keménysebb a vívásba, és 18 évig voltam sportoló, és hát abban egy pár évig voltam válogatott juniornak. Tehát én nem adom föl. Tehát ezért mondtam, hogy... És még egy dolog van, amit én úgy érzek, tehát ha ez a harmónia összeáll, ez az agy-szív-tenge és az ember ilyen, tehát akkor esetleg megkapja és megérti, hogy miért van itt a Földön, hogy mi a funkciója, az egy hihetetlen lelki nyugalmat ad. Akkor a családi meg egyéb problémák nem tudják kihozni az egyensúlyból. Teljesen mindegy, hogy mennyi pénze van, teljesen mindegy, hogy milyen pozícióban, mert tudja, hogy én nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ezért vagyok itt. Ez a léleknek a funkciója. És akkor az ember beköltözik egy nyugalom, ami kiírthatatlan. Tehát azért akkor utána megy az úton. És nagyon érdekes módon, hogyha az ember ezen az úton megy, akkor nyílnak a kapuk, ha figyel. Csak ezt írta a Scott Peck is ebbe a járatlan útba is, hogy felnőttnek kell lenni, és figyelni kell, hogyha az embernek például a társa megjelenik az életében, hogy tudja, hogy ő a társa az életében, igen. És jól tudjon dönteni, mert felnőtt ember. Tehát kell tudni, igen, annyira ismerni magamat, meg hogy én ugyanígy a szakmánál is, hogy én erre a szakmára is erre vagyok, és figyelni kell, hogy ezért írt a Freud is a könyvet az álmokról, nem véletlenül. Ernő, megint elszaladt a utolsó 25 percünk. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes beszélgetés volt. Remélem a nézők is így érezték, hiszen nem csak technikai dolgokról, a szívsebészetről volt szó, hanem a szív és a lélek kapcsolatáról is. Önöktől elbúcsúzunk, és még egyszer megköszönöm a vendégünknek ezt az érdekes beszélgetést. Nagyon megtisztelő volt, köszönöm szépen.